Jó napot! Haza szeretnék menni. Haza tudsz vinni? Úgy nézek ki? Hát azt nem mondtam, csak megkérdeztem, hogy haza tudsz vinni. Hát figyelj, egy szigeten vagyunk. Te hol jöttél? Jetskivel? Hogy kerültél ide? Hol jöttél? Jöttem a víz tetején, jártam. Paula? Jézus, te vagy? Tudod, hogy kinek szólsz be, haver? A szádra vigyázz. Örvendek, tudok beszélni. 10 éve egyedül vagyok. Tudod, én ki vagyok? Nem. Dávid? Felírhatlak a VIP listámra? Én lennék az egyedüli, ugye? Hát, ebben nem tévedsz. Hát, ha ez örömet okoz neked, akkor igen. Na, de hazaviszel, Léci, ez a lényeg. Én lakatlan szigeten vagyok. Vár a munka, a piac, a turkálók. Szeretnék hazamenni. Ez a turkáló? Minden pénteken 2 lány, minden. Paula? Hát, az jó lehet, te. Elnézést, még nyitva vannak? Itt vannak turkálók? Hát, itt éppen nincs, de... 2 szigettel arrébb már azt hiszem vannak, fejlődnek. Jaj, szépen végig a minden, ugye? Hát, úgy jött ide, akkor nem lesz nehéz. És maga hogy került ide? Tíz éve. Még a Föld egy jó hely volt. És akkor miért van itt? Kidobtak. Ja! Dávid. Hát igen. Hát akkor... Jöjjön, amilyenek jönnie kell. Vagyis hazamehetek. Hát én nem pont erre gondoltam, de... Elvisz magával, mehetünk haza is. Tehát nekem mindegy. De itt van valami kaja? Vagy valami? Banán a fán. Persze, és másszak be. Hát... Vannak majmai. Paula. Jack. Pisti. Olyan az, mint egy nyári angol tábor. Hát, esküszöm, amúgy ugyanaz az érzésem van. Do you speak English? Okay. Yes. No. Hát szóval akkor, hol is tartottunk már? Hát, de amúgy ez esküszöm olyan. Napsütés, víz, igaz, ott nem volt annyi víz, de amúgy nem zavar. Hát, banán. Nincs, amit csináljuk a vízzel, az ott van. Dávid. Párizstól Milánóig a frizurám tart. Párizsba megyünk? Hát, ha még létezik, akkor mehetünk oda is. Megtanítalak vízen járni. Hoppa! Akkor jó, de egy kellemes, romantikus pacsi is jól jöhet, amúgy. Ha már összetalálkoztunk a semmi közepén... Engem otthon vár a macskám. Hogy hívják szegénykét? Hírmi. Jaj, hogy sajnálom. Rossz csóru. Na, akkor én hazamegyek egyedül. Ereszed.